Gyerekzsibajtól volt hangos a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényterme április első vasárnapján. Az intézmény falai között ugyanis húsvétváró játszóházat tartottak. A gyerekek és szüleik, nagyszüleik rengeteg kézműves programon vehettek részt. Muszit készítünk. Muszit? Zokniból. Muszit. Zokniból muszit csináljunk. Igen, és hogy csinálsz részét zokniból? A kicsik természetesen a húsvét tipikus díszét, festett tojást is készíthettek. Megpróbálunk valamit ezekből a gyönyörű tojásokból megvalósítani. Most már nagyon közel van a húsvét. Igen. Egy gyakorlatilag otthon már készültek el? Igen, a díszítés már készen van, asztalterítés egyéb, és most még bepotoljuk a hiányzó díszeket. A szervezők az idősebb gyerekekre is gondoltak. Tornyot kell építeni a itt látható faragon, a kártyákon meghatározott sorrendben. Szinte mindenkinek sikerült eddig megépítenie, szóval nagyon univerzális játék.